Nyíregyháza újra telepítésének 269. évfordulóját ünnepelte a megyeszékhely. A hagyományosan megtartott ünnepi közgyűlésen Eperjes, Beregszász, Szatmárnémeti, Szentpölten, Nagykapos és Gorlice városok delegációi is részt vettek. Ünnepi beszédében Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere elmondta, a megemlékezésnek több jelentősége is van. Elődeink olyan történelmet írtak, amelyből bármikor erőt meríthetünk, és büszkén tovább örökíthetjük azt gyermekeinkre. Ez az örökség is kötelez bennünket, hogy tegyük meg mindent városunk biztonságáért, fejlődéséért, a nyíregyháziak gyarapodásáért és boldogulásáért. És ezt is tesszük. A múlt hagyományait tisztelve és megőrizve építkezünk ma is, hittel és elszántsággal. Mert a nyíregyháziak megörökölték elődeik szorgalmát és kitartását. Megbecsülik a munkát, a családot és a partnereiket. És az, hogy testvérvárosaink és partnervárosaink együtt ünnepelnek velünk, nagy megtiszteltetés számunkra. A partner és testvérvárosi kapcsolatok hivatalos megerősítésének jelképeként az ünnepi közgyűlésen egy oklevelet is aláírtak a felek. Beszédében Babják Zoltán, Beregszász polgármestere pedig elmondta, hálásak azért a segítségért, amelyet az orosz-ukrán háború kitörése óta kaptak hazánktól. Nagy segítség számunkra az, hogy nem alakult ki a háború első napjaiban humanitárius torlódás az ukrán-magyar határon, ennek nyilván a beregszásziak látták volna a szörnyű szociális hátrányát. Az, ami az első napokban történt, ezek a több órás vagy napos sorok, ezek a karitatív szervezeteknek köszönhetően, a megyei vezetésnek köszönhetően, a Nyíregyháza város vezetésének köszönhetően, a rendvédelmi szerveknek köszönhetően fel lett megfelelően dolgozva, és azt hiszem, hogy logisztikai szempontból kiválóan vizsgázott. Mindenkit szeretném megköszönni úgy a kárpátaljak nevében, mint a Kárpátaljáról idéglenesen eltávozottak nevében is. Nyíregyháza megyőváros önkormányzata nevében köszönöm helyezel dr. Kovács Ferenc polgármesternek. A városalapítók szobránál a testvér és partnervárosok képviselői közösen helyezték el koszorúikat. Hétvégén pedig színes programok szórakoztatták az ünneplő városlakókat.